A korábbi hagyományoktól eltérően idén a történelmi időutazás keretében Hadrianus Alsó-Pannónia helytartója vonul be Gorziumba. Látványos attrakciónak ígérkezik ez és az ehhez kapcsolódó kísérő programok egyaránt. A Szent István Király Múzeum legnagyobb rendezvénye 2 év kényszerű szünet után tér vissza a látogatók legnagyobb örömére. A tavasz köszöntő ünnepen minden korosztály talál kedvére való elfoglaltságot. Nagyon fontos, hogy rengeteg hagyományőrző csapattal sikerült megállapodnunk. Gyakorlatilag egész nap fogjuk tudni azt a hangulatot, azt az ókori hangulatot biztosítani az ide látogatók számára, ami miatt egyébként a legtöbben el is látogatnak hozzánk, lesznek római katonák, különböző kelta törzsek, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki nagyszerűen fogja érezni magát. A kétnapos ünnepségre a Szabad Színház társulata is készül. A csapat divat bemutatón idézi meg a kor hangulatát, és egy komédiát is láthat tőlük a közönség. Ez évben Hadrianusnak a polgári kíséretét adjuk majd, ezt követően majd egy divat bemutatót csinálunk a szabadtéri színpadon, itt a kilátogatók azok találkozhatnak majd mindenféle római kori viseletekkel, hogy a császárt hogy öltöztették, a szolgálók milyen ruhában voltak egy-egy esküvőn, hogy öltöztették be a mennyasszonyt, a vőlegényt, majd pedig szintén itt a szabadtéri színházi térben Plautusnak a 72 katona című művét fogjuk előadni. Május 7-én ünnepélyes keretek között nyitják meg az Icsi pincét, ahol a római kori kőtárat tekinthetik meg az érteklődők.